Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem, kivételesen most időben az áprilisi beszerzésekkel. Akkor vágjunk is bele, azzal a filmmel kezdeném, amit már láthattatok az előző videóban, a Szelíd Motorosok 4K Ultra HD Plus Blu-ray kiadásával. Igazából a múlt havi szerzemények közül ez volt a fő beszerzés, tehát a legértékesebb, és igazából csak egy csomag volt, tehát ezt az összes filmet egy csomagban rendeltem. Ugye utoljára januárban volt, januárban vettem filmeket, de akkor sem olyan sokat, most sem túl sokat, tehát tényleg ezek egy csomagban jöttek. És ezek közül ugye a fő rendelés az a Szelíd Motorosok volt. És akit érdekel, az nézze meg az előző videót, amiben bemutatom ezt a kiadást jobban, tüzetesebben, és beszélek is a filmről. És ugye dupla lemezes. Akkor ezzel most nem is húzom az időt. Jöjjenek azok, amiket még nem mutattam. Igazából sok újrakiadás van köztük, vagyis nem sok, egy pár. Az egyik ez a Szárnyas Fejvadász. Ezt nagyon sajnáltam, hogy annó lemaradtam róla, mert akkor is mindig csak halogattam, de most végre kiadták újra. Úgyhogy egyből meg is vettem. Mondom, most már nem szalasztom el az alkalmat. És ezt tegnap kibontottam, hogy majd este megnézem, viszont nem jött össze, hanem majd ma este fogom szerintem megnézni. Már régen láttam ezt a filmet, láttam a folytatását neki, amikor megjelent, az nagyon tetszett, meg hát ezt is ugye időszerű már újra néznem, mert eléggé régen láttam. És nem sok mindenre emlékszek. Ugye így néz ki a gerince, így pedig hátulról. És itt vannak a specifikációk. Ami nekem fontos volt, hogy ugye magyar hang legyen rajta, az Dolby Digital Magyar 5.1, de ami még fontosabb, hogy az angol, az pedig Dolby True HD angol 5.1. Majd így fogom megnézni, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lett a hangminősége, mert ez elég komolynak tűnik. Most eléggé vakít itt a nap, de azért remélem, hogy látszódik valami a felvételen. 118 perces a film, Provideo adta ki, és 16-os a korhatár, és ugye dupla lemezes maga a kiadás. Ugye ezen van a film, a Blu-ray lemezen, és kapunk egy DVD-t is, amin az extrák szerepelnek. És ha jól láttam, akkor ez egy 2007-es Blu-ray kiadás lenne. Az eléggé durva, mert jó régi, már csak azért mondom. Ugye maga a kiadás pedig, mármint a 2010-es, viszont szerintem ez mostani gyártás, mert eléggé újnak tűnik. Tehát 2007-es a lemez, 2010-es lenne a kiadás, és viszont vadi új a tok, meg ez az egész, ahogy én látom. Akkor haladjunk is tovább. A következő a Matrix első része. Igazából ezt is jó lett volna trilógiában beszerezni, de ugye 4K-ban adták ki. Én azért annyit sajnáltam kiadni a második, meg harmadik részért. Az első az megérte volna, de nem akartam már, hogy csak az első rész legyen meg, viszont azért
mégiscsak aztán meggondoltam magam, most, hogy láttam, hogy kiadták ezt is újra. Még videókazettán volt meg nekünk ez a film, és ott nagyon sokszor láttam, és emlékszem, hogy nagyon tetszett, bár még eléggé kicsi voltam, amikor ezt néztem, és nem nagyon értettem a filmet, de újra is néztem most, és még mindig nagyon tetszett. Bár emlékszem, hogy kiskoromban volt pár jelenet, amin féltem ezen a filmen, amikor például Neónak így a száját, így összenő neki a szája, és nem tud beszélni például, vagy amikor beleraknak egy nyomkövetőt. Én kiskoromban ezeken féltem, így visszagondolva eléggé vicces. És akkor így néz ki hátulról. Szerintem nagyon ezt sem kell bemutatni senkinek, magát a kiadást sem, meg a filmet sem. Ugye itt is a fontos az volt nekem, hogy Dolby True HD angol, meg persze a magyar hang, de ezt is angolul néztem, és nagyon szépen felújították a hangot, a képminőséggel se volt problémám, ahhoz képest, hogy egy ős régi kiadás, játékidő 138 perces, Pro Video adta ki, és 16-os a korhatár, mégpedig ez egy 2010-es kiadás lenne ez is. Így néz ki a gerince. Így pedig belülről. És itt nem tudom, írja-e a lemez, az nem írja, hogy mikori. Na, nem baj. Úgyhogy ez volt a Matrix. Az első része az szerintem klasszikus, a második meg a harmadik az pedig elég megosztó lett, de én azokkal is el voltam. Utána a következő a titokzatos folyó, amit látatlanba vettem, ezt még nem bontottam ki. Igazából három oka volt, hogy megvettem ezt a filmet. Az egyik Clint Eastwood, a másik a szereplőgárda, a harmadik pedig, hogy jó véleményeket olvastam róla, jó véleményeket hallottam róla. Ja, és hát ugye a két Oscar-díj, bár azt már mostanában nem nagyon szoktam nézni filmeknél. Így néz ki a gerince, így pedig hátulról. Úgyhogy kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz ez a film. Tényleg csak azért is mertem látatlanba megvenni, mert azért Clint Eastwoodban bízok annyira, hogy jó filmet készít meg, hát a kritikák is magukért beszélnek szerintem. Úgyhogy én bízok ebben a filmben, hogy jó lesz, aztán majd kiderül. Azt mondja, hogy keresem az angol hangot, hogy van-e rajta, hogy melyik a legjobb minőség, de úgy látom a DTS HD Master Audio angol 5.1, ami a legjobb hangminőség, amiben meg lehet tekinteni, de ezen kívül még van rajta Dolby Digital, magyar 5.1 és angol 5.1 is, természetesen magyar felirattal, és 16-os korhatárral. Belsejét most így nem tudom megmutatni, mivel ugye ez még egy bontatlan kiadás, úgyhogy erre a filmre majd kíváncsi leszek. Aztán a következő, amit DiCaprio miatt vettem meg, mert gyűjtöm a filmét, vagyis szeretném az összes filmjét beszerezni neki, emellett pedig a Véres gyémánt szerintem egy nagyon jó film, nekem nagyon tetszett, már eléggé régen láttam, úgyhogy ezt is majd így jó lesz újra nézni, így hogy meg is vettem, úgyhogy így néz ki a gerince, ezt is most adták ki újra, újnak érződik a kiadás is, tehát mármint, hogy új gyártmány, viszont 2009-es
maga kiadás, a film pedig 2006-os lenne. Ugye 16-os korhatár, és a játékidő 143 perc. Ilyen hosszú lenne, én rövidebbre emlékeztem, de hát majd kiderül. És itt is van Dolby True HD angol 5.1 és magyar felirat. Úgyhogy így néz ki hátulról. Még van azért egy jó pár film, ami nekem nincs meg DiCaprio-tól. Például most kiadták újra az Eredetet, de csak sima műanyag tokosba. Én viszont tartom olyan jó filmnek az Eredetet, hogy valami jobb kiadásban szerezzem meg. Igazából a Steelbook az jó lenne, de azt már sajnos nem lehet kapni, és bánom, hogy annó azt nem szereztem be. Hát nem tudom, hogy azt valaha még ki fogják-e adni. Lehet, hogy még most be kéne szereznem műanyag tokosba, mert már soha többé nem fog megjelenni, de én inkább akkor várok, mert szerintem az majd megérdemelne egy szebb kiadást. Véres gyémántot viszont műanyag tokosban teljesen jó, úgyhogy erről a filmről ennyit, és a következő, ez már egy régebbi kiadás, viszont a Bíró, ezzel is régóta szemezgetek, mivel mindössze 2000 forintért árulták, és nagyon régen, vagy hát nagyon régen, hát amikor még ez megjelent, ez a film, ami 2014-ben volt, a borító hátulja szerint, tehát 2014 körül láthattam ezt a filmet, és én úgy emlékeztem, hogy eléggé tetszett, és hát ugye a két főszereplő neve is eléggé hitelt érdemel, legalábbis nálam. És tényleg úgy emlékeztem, hogy jó film, ugye még nem néztem meg újra, de kíváncsi leszek rá. És ennyi pénz szerintem pedig megért. Így néz ki a gerince, így pedig hátulról. Vannak rajta extrák, de megint annyira besüt a nap, hogy szerintem semmit nem lehet látni. Pedig mikor elkezdtem videózni, még el volt borulva. Játékidő 141 perces, a hangok pedig, ami nekem fontos, a DTS HD Master Audio 5.1, Dolby Digital Magyar 5.1. És 12-es korhatár és Pro Video. Úgyhogy majd ezt is újra nézem, kíváncsi vagyok. És az utolsó film következik, az Őrület határán. Ez a film még akkor jelent meg, amikor a szakasz is, ha jól tudom, mindkettő 5000 forintba került, és igazából mindkettő filmet be akartam szerezni, de úgy voltam vele, hogy akkor már csak az egyiket veszem meg, ugye két háborús filmet nem akartam már egyszerre, és nekem a szakasz jobban tetszett, úgyhogy azt vettem meg. Viszont az Őrület határán most láttam, hogy már csak 3000 forintért kapható, úgyhogy hiánypótlásként megvettem ezt is. Ez is egy nagyon jó film, tehát tényleg tudom ajánlani ezt is mindenkinek. Annyi, hogy nekem a szakasz az tényleg jobban tetszett, az azért szerintem valamivel erősebb film, viszont az Őrület határán is egy nagyon komoly háborús film. Úgyhogy ennek is helye van a gyűjteményben. Így néz ki a gerince, így pedig hátulról. Ezt a filmet is körülbelül utoljára, hát egy éve, ha láthattam. Úgyhogy majd újra nézem. Természetesen addig ezt nem fogom még kibontani. Addig is védve legyen a kiadás. És megtalálható rajta egy angol DTS HD Master Audio hang és magyar felirat.
és elég hosszú, 164 perces a játékidő. Ez viszont bontonfilmes kiadás, úgyhogy itt számíthatunk majd belső borítóra. Korhatár ugye 16-os, mivel hát egy háborús film, tehát nagyon 12-es az nem is igazán szokott lenni háborús. Na, akkor ennyi lenne az áprilisi beszerzések. Nem egy túl nagy mennyiség, de mostanában nem igazán vannak olyan megjelenések, új megjelenések, amik felkeltenék az érdeklődésemet, de így legalább tudok régebbi hiánypótló kiadványokat beszerezni, amik ugye általában már le vannak árazva, ugye nem a teljes árukon árulják őket, ezek közül is egyedül a szelíd motorosok volt, amit teljes áron vettem, a többi az szinte mind akciós. Ráadásul a szárnyas fejvadászt, a Matrixot, a titokzatos folyót és a véres gyémántot ebben a Maradj Otthon akció keretein belül vásároltam, ami azt jelenti, hogy 3000 forint helyett csak 2400 volt. Nekem 2300 valamennyi, úgyhogy így tényleg szerintem abszolút megérte. De a többi másik két kiadvány sem volt vészes. Egyedül a szelíd motorosok volt az áprilisi hónap fő beszerzése nálam. Na hát ennyit szerettem volna. Nem tudom, hogy következő hónapokban hogy fognak alakulni a beszerzések, a megjelenések. Még vannak korábbi kiadványok, amiket majd szeretnék beszerezni, de hogyha fognak megjelenni újak is, és beszerzem azokat is, akkor majd még lesznek kiadvány bemutatók. Addig tényleg nem tudom, hogy alakul. Ha lesz, lesz, ha nem, nem. Na, mindegy, nem is húzom tovább a szót. Ennyit szerettem volna ebben a videóban. Köszönöm, ha végignéztétek, és sziasztok!